Ez volt a harmadik alkalom, hogy Szekszárdváros vezetése a lakók elé vitte a zöldváros program ügyét. Az időközbeni lakossági javaslatok beépültek a jelenlegi változatba. Valahol az út közepén tartunk, mondta Ács Dezső polgármester. Annyival vagyunk előrébb, hogy egy koncepció terv, egy koncepció elképzelés elkészült, és most azért hoztuk vissza ki a fórumra és a szekszárdiak elé, hogy ezen tervek, koncepció elképzelések alapján így menjünk-e tovább, vagy módosítsunk arra, és akkor lassan ki kell írnunk már a közbeszerzés a tervezésre. Tehát a koncepciót magát kellene elfogadni, vagy jóvá hagyni, vagy éppen módosítani, és ennek megfelelően most már akkor elkészülnek majd a végleges tervek, és akkor megindult a kivitelezés. A program elfogadása esetén jelentősen nő a belvárosi autómegállók száma, és ezzel együtt további zöld területek jönnek létre a belvárosban. A Babics előtt lévő Fasort is érinti, a Platánsort is érinti ez az átalakítás, tehát valóban díszteret is érinti, 160-as mozi közötti részt is érinti, megmaradtak egyébként visszatérve a kérdésedre. Természetesen az a két fő csapás irány, hogy itt mindenképpen több zöldet szeretnénk, mégpedig úgy, ha lehet, hogy közben a parkolóhelyeknek a számát is bővítsük, hiszen óriási gond a parkolási probléma itt, főleg a belvárosban, de máshol is. Ez a koncepció, ez most kb. 100 parkolóhely, új parkolóhely kialakítását tartalmazza. Ezt a részét mindenféleképpen tudom támogatni. Amivel nem teljesen értek egyet koncepcionális szinten, hogy az zöld felületet én kevésnek tartom, tehát többet szeretnék majd. Most még van lehetőség, hogy ezzel módosítsunk, remélem, hogy meg is fog valósulni, és akkor sokkal zöldebb belvárosa lesz Szekszárdnak. Minden fontos lépésnél a város visszaviszi a lakók elé a tervet. Amennyiben idén kialakulhat a végleges változat, jövő évre már be is fejeződhetnek a munkálatok.